nem volt egyszerű, tehát az első fél időben ugye megszereztük nagyon hamar a vezetést, az nagyon jót tett nekünk. Egy pontrugásból, egy begyakorolt ponthelyzet, vagy pontrugásból megszereztük a második gólt, ami nagyon jól jött ismételten nekünk. Onnantól kezdve tudtuk játszani azt, amit mi tudunk, beálltunk stabilan védekezni. Ugye az a legfontosabb számunkra, hogy ne kapjunk hátul gólt, mert hogyha rúgunk, akkor már megnyertük a mérkőzést. Tehát ez nagyon egyszerű, tehát ott hátul stabilan kell nekünk csinálni a dolgot. Ugyanúgy az előlévő játékosoknak is, tehát 11 embernek kell itt együtt mozognia, úgyhogy ezt megcsináltuk. Ugye a második félidő végén nagyon nyomott az ellenfél, ugye egy pontrugásból mi is sajnos kaptunk egy gólt, de szerencsére ez a mai mérkőzésen ez annyira nem befolyásolta a végeredményt. Megmondom őszintén, hogy jó volt része lenni egy újabb nagy győzelemnek, és ráadásul úgy, hogy a végig pályán lehettem, és hát kezdőként lépettem pályára, és aztán az utolsó negyed órában lecseréltem. De abszolút nem bánom, megpróbáltam a maximumot nyújtani. Még gondolom az első fél időben kicsit többet kellett védekezni, mint a másik fél időben, mert megpróbáltuk a fél időben beszélni a szünetben, hogy mégis hogy kéne ezt megoldani, és úgy gondolom, hogy a másik fél idő ebből a szempontból jobb volt. Tény, hogy egy kicsit én is elfáradtam, de ez nem meglepő, hiszen tényleg az egész csapat a maximumot nyújtottak. Egy nagyon jó csapatról van szó, de úgy gondolom, hogy a Genk meg a Sporting is ilyen kaliberű csapat. Ami a pozitív az volt, hogy az elején tudtunk gólt rúgni, és utána gólra válaszoltunk, és egy okos játékot játszottunk végig. Voltak helyzetei a Bázelnak, de ez normális is, mert egy nagyon jó és erős csapatról van szó. Mi próbáltunk kapott gól nélkül lehozni ezt a meccset, és ha adódik olyan lehetőség, akkor próbáltunk gólokat rúgni még. A sajnos nem sikerült, kára azért a gólért, amit kaptunk a végén, de ami a legfontos az, hogy nyertünk, és begyűjtöttünk még egy 3 pontot. Van még 3 mérkőzés, tehát mindegyik mérkőzésre úgy megyünk fel, hogy meg akarjuk nyerni, tök mindegy, ki az ellenfél és hol játszunk. Hogyha megcsináljuk a saját magunk dolgát, jó eredményt érünk el, akkor meg lehet annak az eredménye, de mondom, még nem lehet megmondani, hogy lesz a végén. Eddig úgy gondolom, hogy csapat nagyon jó teljesített. 2 hazai meccset behoztunk, ami nagyon nagy dicséret éri a csapatnak. Próbáltunk úgy kalkulálni, hogy minden meccsen úgy jöjjünk le, hogy mindent megtettünk azért, hogy nyerjünk, és természetesen néha sikerülni fog, néha nem. 2 hazai meccset behoztunk, és most másik helyen állunk, ami nagyon jó lesz hónap látni az újságba. De van még hátra 3 komoly és nagyon erős meccsünk, úgyhogy ugyanígy kell koncentrálni, és ugyanilyen szervezeten kell játszani. És meglátjunk a végén, hogy mennyire volt elég ez.